Törlesztési nehézségek több mint 5000 jelzáloggal terhelt lakóingatlan esetében áll fenn 90 napot meghaladó fizetési késedelem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Békefenntartó szerepben jelenleg 600 magyar katona teljesít szolgálatot Afganisztánban, ahol 2014-től a helyi biztonsági erők veszik át a békefenntartó feladatot. Előtérben a helyi értékek, egyre többen választják úti célul megyénket, hogy a helyi hagyományokkal, termékekkel ismerkedjenek meg. Több mint 5000 jelzáloggal terhelt lakóingatlan esetében áll fenn 90 napot meghaladó fizetési késedelem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, tájékoztatotta a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének szóvivője. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Binder István hozzátette, a pénzintézetek a második negyedévben több mint 3100 hitelfedezetként szolgáló lakóingatlant jelöltek ki kényszerértékesítésre, tavaly október óta pedig összesen 8067-et. Egy 2011-es törvény oldotta fel a kilakoltatási moratóriumot hazánkban, majd bevezették a kényszerértékesítési rendszert. Az új szabályzat október 1-jei hatályba lépését követően a kényszerértékesítési statisztikákat a pénzügyi szervezetek állami felügyelete negyedévente hozza nyilvánosságra. A második negyedévben 107.302 jelzáloggal terhelt lakóingatlan esetében áll fenn több mint 90 napos fizetési késedelem országszerte. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvény alapján idén 3%-os a kvóta. Ez azt jelenti, hogy az összes több mint 107.000 késedelmes fizető ingatlanának 3%-át kényszerértékesíthetik. Ebből úgy tűnik, hogy kb. 3800 ingatlan férne ebbe a 3%-os kvótába, azonban ebből ténylegesen a pénzpiaci szereplők csak kb. 3185 ingatlant jelöltek ténylegesen. Ez azt jelenti, hogy az ő esetükben indult meg a bírósági vagy bíróságon kívüli értékesítési eljárás, ami azt jelenti, hogy a kvóta kihasználtsága kb. 84%-os, ez megyénként meglehetősen eltérő. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében például ez 86%-os ez a kvóta kihasználtság. A szóvivő hozzátette, a pénzintézeteken múlik, hogy a kényszerértékesítési kvótát milyen mértékben veszik igénybe. Egy ügyfél számára és egy magának a hitelintézetnek a számára is nagyon sok esetben az a megfelelő, persze más-más szempontok alapján, hogy a tényleges kényszerértékesítésre, tényleges úgymond árverésre vagy végrehajtásra ne kerüljön sor. Ezért nagyon sok hitelintézet még minden határidő, minden késedelmen túl is megpróbál egyezkedni a fogyasztókkal. Ennek nagyon kimunkált törvényi feltételei is vannak, illetve maga a felügyelet is további finomításokat szeretném a törvényben. A kényszerértékesítése kijelölt ingatlanok egy részét a Nemzeti Eszközkezelő vásárolja meg, és így az adós bérlőként benne maradhat. Más részüket pedig a bankok vagy úgynevezett követeléskezelőnek adják el, esetleg maguk próbálják értékesíteni. A PSAF szóvivője kiemelte, idén még marad a 3%-os kényszerértékesítési kvóta, jövőre azonban már 4%-kal kell számolni. Afganisztán volt a fő témája annak az előadásnak, amelyet szerda délután tartottak a Józsa András Múzeumban Nyíregyházán. Mint a Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár parancsnoka elmondta, ez a legveszélyesebb hely, ahol a NATO és ezen belül hazánk is szerepet vállal békefenntartó szerepben. Böröndi Gábor az előadásban elmondta azt is, jelenleg 600 magyar katona teljesít szolgálatot Afganisztánban, ahol 2014-től a helyi biztonsági erők veszik át a békefenntartó feladatot. A harci műveletekben a NATO erők 2013 második felétől az afgánoknak adják át a vezetést, és túlnyomó többségük 2015 elejéig elhagyja az országot. Az Egyesült Államoknak az Afganisztánban csapatokat állomásoztató szövetségesei és partnerei részéről vasárnapig mintegy 1 milliárd dollárnyi felajánlás érkezett az afgán biztonsági erők 2014 utáni támogatására.
Hazánk 3 éven keresztül évi $500 000 vesz részt a biztonsági erők felkészítésében, és mintegy 1,5 év múlva kivonja erőit az afgán területekről. A pontos ütemtervnek az összeállítás az most folyik. Jelen pillanatban közel 600 magyar katona teljesít szolgálatot Afganisztánból, ennek a zömét az 5-ös lövészdandár személyállománya biztosítja. A jövőt pedig meg fogjuk pontosan látni, mert az az ütemterv, amit a NATO szövetségesek leegyeztettek egymással, elfogadásra kell, hogy kerüljön az afgán biztonsági erők által is. Az afgán erőket 2015 végéig 352 000 főre fogják feldúzasztani, majd később ezt a létszámot takarékosságból 230 000 fős fenntartói szintre csökkentik majd. A miniszter úr megfogalmazta, hogy áttekintjük a katonai szerepvállást, nagyobb hangsúlyt fektetünk a kiképző tanácsadó műveleti csoport feladatrendszerére, ezen belül a szárazföldi tanácsadó műveleti csoportot megőrizzük. A különleges műveletérők továbbra is szerepet vállalnak afganisztáni műveletekben, illetve a légi irányító, illetve a légi mentor kiképző csoportokat is fenntartjuk. A tartomány újjáépítési csoportnak a jövőjét pedig el fogják dönteni, de várhatóan az is kivonásra kerül együtt a főerőkkel természetesen. Amerika Afganisztánban 1500 katonát veszített el, és mintegy 12 000 sebesültet tudhat magáénak a $444 milliárd mellett. Bajban van a falusi turizmus, a segítséget a turisztikai desztinációs menedzsment irodák jelenthetik, hangzott el egy konferencián Baktalórendházán. Ezek az irodák ugyanis a helyi látnivalókat népszerűsítik. A találkozón hazánk turisztikával foglalkozó szakemberei arra hívták fel a figyelmet, egyre többen választják úti célul megyénket, hogy a helyi hagyományokkal, termékekkel ismerkedjenek meg. Idén 20 éves a falusi turizmus Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete, amely vezetője az elmúlt évtizedek tapasztalatait ismertette a konferencia résztvevőivel. Hanusz Árpád kiemelte, a falusi turizmusnak hatalmas a vidékfejlesztő hatása, ám az elmúlt évek után most változást kell kezdeményezniük a célokban, hiszen a turizmus a legnagyobb vesztese a válságnak és a gazdasági nehézségeknek. Azt veszük észre, hogy a falusi turizmus még mindig túléli ezt az időszakot, hisz az olcsóságánál fogva, a komplex kínálatánál fogva jó arra, hogy azokat, akik korábban külföldre mentek, vagy szállodákba laktak, azok ma falusi környezetbe és a természethez közeli környezetbe töltsék el a szabadidejüket. Tehát mi erre összpontosítunk, hogy ez megvalósuljon, és én bízom benne, hogy sikerülni fog. Jelenleg több mint 60 turisztikai desztinációs menedzsment iroda van hazánkban. A TDM irodák nevét először 2005-ben hallhattuk, mondta a Pécsi Tudományegyetem intézményigazgatója, majd kiemelte. A TDM az a szervezet, amely a turizmus helyi szereplőit aktivizálja, hogy azok jobban magukénak érezzék a helyben zajló turisztikai lehetőségeket, így ezek az irodák önkormányzatokat, cégeket és civileket is összefognak, hogy a vidék turisztikája is fontos helyet foglaljon el Magyarországon. A falusi turizmusnak, a marketing csatornájának egyik útja a TDM. Ezt röviden így tudnám talán összefogni. Ezt ma már mindenki tudja és felismerte, hogy ez szükséges, és ennek a példái ma a konferencián elő fognak jönni ebből a térségből is, vagy ahonnan én jöttem, Pécs mellől, például az Orfűi TDM menedzser fog előadni, egyik legsikeresebb az országban az Orfűi kis helyi TDM, ami hát egy típus példa lehet arra, hogy ezt hogyan is kell csinálni. Az Orfűi modellt is elemezve megyénk turisztikai vezetői is felismerték. Az elmúlt években ugyan bővült a megyei szálláshelyek száma, most a minőségi fejlesztésre kell koncentrálni. A konferencián hangsúlyozták, a falusi turizmus fejlesztése érdekében a hagyományőrző programokra, Szabolcs-Szatmár-Bereg gasztronómiai, építészeti értékeire is nagy hangsúlyt kell fektetni. Kisvárdára látogatott az izraeli nagykövet. A Szabolcsi város mellett Nyíregyházának és Nagykállónak vannak még testvérvárosi kapcsolatai a közel-keleti országgal. Az eseményen a kulturális kapcsolatok mellett gazdasági kapcsolatokról is tárgyalt a városvezetés a nagykövettel. Ami leginkább fogható, ahogy láttam a nagykövet úr önakövetően beszélgetésekben, az egyértelműen a kapcsolat fölvetél, ez már meg fog nyár folyamán történni a két város polgármesterek között. Azt követően egyértelműen diákprogramokban gondolkodunk, illetve hogy nagyon érdekeltem, hasonlóan úgy tudom a megyében is, hogy a mezőgazdasággal kapcsolatos együttműködések, akár kutatásban, mert van egy kutatóintézetünk, ami vetőmagokban kutat, ezen a területen nagyon komolyan felkeltette az érdeklődését a kisvárdai mezőgazdaság és ez a terület.
Januártól április végéig összesen több mint 250 millió forint értékben foglaltak le csempészett dohányárut Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, közölte a térségi rendőrfőkapitányság helyettes szóvivője az MTI-vel. Tamásné Berki Bianca elmondta, a rendőrség több esetben kezdeményezett intézkedést árucsempészettel kapcsolatos ügyekben. A rendelkezésre álló adatok szerint 53 ember ellen indult nyomozás, ezek során összesen 419.547 doboz ukrán zárjeggyel ellátott cigarettát foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Elsősorban magyar és ukrán elkövetők próbálják meg becsempészni Magyarország területére az illegális dohányárut. A csempészek megjelenésével gyakorlatilag az egész megyében számolni lehet, de a leggyakrabban a Kölcsei és a Záhonyi határrendészeti kirendeltség illetékességi területén történtek cigarettacsempészettel kapcsolatos bűncselekmények az elmúlt hónapokban. Az elkövetőket és a lefoglalt cigarettát minden esetben átadják a nyomozás lefolytatására illetékes NAV munkatársainak. A hatóság a dohányáru szállítására használt járműveket adott esetben lefoglalja, és a legtöbb alkalommal súlyos, akár több millió forintos pénzbírságot szab ki, jegyezte meg a helyettes szóvivő. Idősügyi tanács alakult Nyíregyházán, a részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Két németországi versenyen állt rajthoz az elmúlt hétvégén Bakosi Péter hanyérsuli magasugrója. A barcelonai junior világbajnokságra készülő atléta mindkétszer 215 cm-t ért el. Szombaton a szezon utolsó idegenbeli bajnoki mérkőzésén lép pályára a Nyíregyháza Spartacus. Brekk János együttese a kiesés elől menekülő Kazincz Barcika otthonában próbálja meg gyarapítani pontjai számát. Idősügyi tanács alakult Nyíregyházán. A 14 fős véleményező javaslattevő testület célja többek között az idősek problémáinak feltárása, életkörülményeik és biztonságérzetük javítása. Az idősügyi tanács 4 év után szerveződött újra a Szabolcsi megyeszékhelyen. Elnöke Nyíregyháza polgármestere, titkára pedig Fintor Károlyné lett. A 2011-es statisztikák szerint Nyíregyházán az összlakosság közel 20%-a 60 éven felüli. Ezért is van szükség arra, hogy kikérdezzék a véleményüket. Javaslatokat tehessenek, mielőtt olyan kérdésekről születne döntés a városházán, ami jelentősen befolyásolja az életüket. Ezt mondja a Nyíregyházi önkormányzat vezetése. Annak érdekében, hogy az idősek az őket megillető képviseletet megkapják, újra idősügyi tanács alakult a Szabolcsi megyeszékhelyen. A 14 fős testület tagjai ma tisztségviselőket is választottak. A tanács elnöke a város mindenkori polgármestere, alelnöke pedig az egyik alpolgármester, titkárát azonban már a tagok választják. Az újra szerveződött Nyíregyházi idősügyi tanács elnökének Fintor Károlynét választották meg, aki azt mondta, a város idős, sokszor egyedül élő polgárai nagyobb figyelmet érdemelnek. Nagyon sok olyan idős ember van, aki nem kerül felszínre. Hiába vannak a nyugdíjas klubok, hiába vannak különböző rendezvények szervezve, de mégis egy nagyon nagy réteg az, akik elfedve vannak a helyi vezetők szeme elől. Valahogy felszínre kell ezeket az embereket hozni, én úgy gondolom, és rájuk is fel kell hívni a figyelmet, hogy milyen körülmények között élnek. Kósa Tíme alpolgármester, aki a mai naptól az idősügyi tanács alelnöke, hozzáfűzte, kiemelt feladatnak tartják az idősek problémáinak feltárását, az életkörülményeik, biztonságérzetük javítását. Emellett azt is várják a tanácstól, hogy javaslatot tegyen a városvezetésnek, milyen intézkedésekkel lehet megkönnyíteni a nyugdíjasok mindennapjait. Nagyon fontos, hogy helyén kezeljük az idősügyi kérdést, a tiszteleten túl és a megbecsülésen túl ehhez mérten tudjunk támogatást nyújtani az idősügyi szervezeteknek. Az idősügyi tanács egyébként konzultatív véleményező testület, de én azt gondolom nagyon fontos, hogy aktivitással töltsük meg, közösen együttműködve ezen szervezet munkáját, életét. Az idősügyi tanács első ülésén arról is szó esett, aktívabb kommunikációt kíván kialakítani a nyugdíjasokkal a város, és az önkormányzat azt is szeretné, ha számukra minél több olyan rendezvény, esemény szerveződne, ami az egészséges életmódról szól.
Harmadik alkalommal rendeznek nyírségi vágtát a Sóstói Ligetben május 27-én. Ez egyben a Nemzeti Vágta egyik területi futama. A hivatalos galopp futamokon kívül többek között fogadhajtó versenyt és póni futamot is szerveznek. A rendezvényt egésznapos családi programok színesítik. Idén először jótékonysági akciót is hirdettek a szervezők a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének javára. Nyíregyházi sikertörténetnek bizonyult a 2010-es nyírségi és nemzeti vágta. Gajdos Zsolt a területi után az országos futamot is megnyerte. A Kistáltos Egyesület idén harmadik alkalommal kapott lehetőséget a nyírségi vágta szervezésére. A tájékoztatón elmondták, május 27-én a Sóstói Ligetbe várják az érdeklődőket. A helyszín nem, a versenykiírás viszont változott. Az idei nyírségi vágta a nemzeti vágta új versenykiírása szerint zajlik. A versenykiírás szerint az angol terivéreket és a versenyfélvéreket kizárták a versenyből. A lovasokra ugyanaz a szabály vonatkozik, mint az eddigi években, 10 galoppgyőzelme nem lehet a versenyzőnek. Az erről tartott tájékoztatón elhangzott, eddig 16 nevezés érkezett, most is a települések indítják a versenyzőket, a részvételi szándékot viszont a helyszínen is lehet jelezni. Az előfutamról az első két lovas kvalifikálja magát a budapesti nemzeti vágtára, a harmadik lovast pedig a rendező direkt módon nevezi. Nyíregyháza lovasa idén egy 26 éves fiatalember, Vislóczky Viktor lesz. Viktor gyerekkora óta lovagol, évekig a napkori huszárbandérium tagja volt. Lova Eliz egy 2003-as születésű kanca. Edzőterembe szoktam járni amúgy is, de így most inkább csak lovakkal való összhangban, hogy minél jobban összhangban legyek a lóval. Tudjuk azt, hogy felkészíteni őt is testileg, lelkileg, erőben, ez így inkább most erre, inkább lovas részére teljesen arra edzettünk rá. Idén először jótékonysági célt is szolgál a rendezvény. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezete javára ugyanis ezen a napon kezdenek gyűjtést. A szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kis településein is végez rendszeres szűrővizsgálatokat. A hatékonyabb munkához azonban újabb műszerekre van szükség, mint egy 4 millió forint értékben. Több mint 3000 embert szűrtünk egy év alatt az ANTS engedélyével, természetesen és egészségügyi önkéntesek bevonásával. Nagyon népszerűek a csontsűrűségmérések, hiszen nagyon sokat kell rá várakozni és utazni érte, és mi kivinnénk ezt a helyszínre. Akkor tudnánk ezt így megoldani, ha tényleg akadna egy adományozó, vagy több adományozó, aki ennek a anyagi oldalát megteremteni. Tehát szeretnénk egy használt járművet vásárolni, szeretnénk egy csontsűrűségmérőt, mérőműszert megvásárolni. A nyírségi vágtáról tartott tájékoztató elhangzott, a hivatalos galopp futamokon kívül többek között fogadhajtó versenyt és póni futamot is szerveznek, de lesz old boy, sőt női futam is. Fogadgyorsasági versenyre 4 vállalkozás nevezett, ők Nyíregyháza város díjáért küzdenek majd. Az egésznapos rendezvényt családi programok is színesítik. Két németországi versenyen állt rajthoz az elmúlt hétvégén Bakosi Péter, ha nyírsuli magasugrója. A barcelonai junior világbajnokságra készülő atléta mindkétszer 215 cm-t ért el, ami az első viadalon a juniorok között az első, a másodikon felnőtt mezőnyben a harmadik helyhez volt elegendő. Egy tatai edzőtáborozással színesített felkészülést követően bő egy héten Németországba utazott Bakosi Péter. Az önkormányzat a nyírsuli és egyéni támogató segítségével létrejött túrán, csak úgy, mint a fedett pályás szezon előtt, a korábban Nyíregyházán, jelenleg pedig a német válogatott mellett dolgozó Kis Tamás irányítása mellett edzett a fiatal magasugró, aki két versenyen is rajthoz állt Németországban. Három verseny volt igazából tervbevéve. Ez azért elég sűrű volt, mert 4 nap alatt lett volna 3 verseny. Végülis a harmadikat azt lemondtuk, mert az már soknak ítéltük meg. De az első két versenyen Zollner-Uhrenben, ahol junior verseny volt, ott 215 cm-rel nyert. A második versenyen rá 2 nap múlva, Eppingenben pedig a felnőttek között harmadik lett, ott is 215 cm-rel. Az átlag eredmény számít végül is. Tavaly 211 centi, 210-211 volt az átlag eredmény a legjobb 5 versenyének, amit folyamatosan tudott. Ez most úgy néz ki, hogy 215 körül fog megállni, remélem, hogy picit még javulni fog, és ebből remélem, hogy lesznek kiugró eredmények. Én úgy gondolom, hogy 220 cm körül eredmény sem igazából elképzelhetetlen. Peti szerdai hazaérkezését követően egy hét pihenőt kap, majd ismét következnek az edzések és a versenyek. A Diák Olimpián
június elején fog rajtozálni az országos diákolimpián. A rákövetkező héten lesz egy válogatott viadal Szlovéniába, utána lesz a felnőtt országos bajnokság, amit az Európa-bajnokság miatt ennyire előre hoztak. A következő héten pedig a tavaly is voltunk kint a Mannheimi nagy junior versenyre, ennek most felértékelődik a szerepe, mert a világbajnokság miatt szerintem az amerikaiak és az ausztrálok is korábban átjönnek és részt fognak venni ezen a versenyen. Tehát ezt tekintenénk egy főpróbának a világbajnokság előtt, utána pedig a megmaradt időben egy olyan több mint két hét, az pedig a pihenéssel meg felkészüléssel töltünk, tehát több verseny, a következő verseny már csak a világbajnokság lenne. Barcelona július 10-e és 15-e között ad otthont a junior világbajnokságnak. A férfi magasugrás selejtezőjét 11-én rendezik, a finálét pedig remélhetőleg Bakosi Péterrel a mezőnyben 13-án láthatja majd a publikum. Szombaton a szezon utolsó idegenbeli bajnoki mérkőzésén lép pályára a Nyíregyháza Spartacus. Brekk János együttese a kiesés elől menekülő Kazinc Barcika otthonában próbálja meg gyarapítani pontjai számát. Ha csak a tabellát és az elmúlt fordulók eredményeit nézzük, akkor nyíregyházi győzelemnek kell születnie a szombati találkozón. A Spari ugyanis 5 hellyel és 9 ponttal előzi meg a borsodiakat a táblázaton, ráadásul Brekk János együttesének tavaszi idegenbeli mérlege 3 döntetlen és 4 győzelem. Persze a kiesés elől menekülő Barcika biztosan nem adja olcsón a bőrét, amit jelez, hogy legutóbb a második helyezett Békissebb otthonában játszott 3-3-as döntetlent a szombati házigazda. A Nyíregyháza Spartacus egyébként kedden rendhagyó edzést tartott, ugyanis Budapesten a prolicenszes edzőképzés záróvizsgáján vezényelt tréninget tanítványainak Brekk János. A hírek szerint a szakember sikerrel vette az akadályt, és a szurkolók reményei szerint a csapat is ezt teszi majd Kazinc Barcikán. Az biztos, hogy Szilágyi Krisztián nem lesz ott az utazó keretben, ugyanis a játékos a héten térműtéten esett át. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Több mint 5000 jelzáloggal terhelt lakóingatlan esetében áll fent 90 napot meghaladó késedelem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A pénzintézetek a második negyedévben több mint 3100 hitelfedezetként szolgáló lakóingatlant jelöltek ki kényszerértékesítésre. Afganisztán a legveszélyesebb hely, ahol a NATO és ezen belül hazánk is szerepet vállal békefenntartó szerepben. Jelenleg 600 magyar katona teljesít szolgálatot az ázsiai országban, ahol 2014-től a helyi biztonsági erők veszik át a békefenntartó feladatot. A TDM irodáké a főszerep, melyek a helyi látnivalókat népszerűsítik, hangzott el a Baktalóránt házán rendezett konferencián, ahol azt is kiemelték, egyre többen választják úti célul megyénket, hogy a helyi hagyományokkal, termékekkel ismerkedjenek meg. A Kölcsei Televízió híradóját látták. Ha valamiről lemaradtak, keressék az interneten weboldalunkat, minden fontos információt megtalálnak rajta. Híradó pénteken is lesz a Kölcsei Televízióban. A szokott időpontban este 7-kor, ha várom önöket a képernyők elé. Már a munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen nagyon szép az estéjük, viszontlátásra! Köszöntöm Önöket! A Dunántúlon és a főváros környékén is többfelé volt heves zivatar jégeső csütörtökön, pénteken viszont már szárazabb, egyben hűvösebb légtömegek alakítják az időjárást. Több napsütésre van kilátás, záporokra még lehet számítani a dunántúli és a déli területeken. Erős marad a szél és kisebb lehűlés is várható, a hőmérséklet a délutáni órákban 20 és 23 fok között várható majd. Megyénkben már csütörtökön délután élénk északi szél támad, ami az éjszakai órákban sem gyengül. Változóan csillagfényes, illetve szakadozottan felhős lesz az ég felettünk, csökken a csapadékhajlam, hajnalban pedig általában 12 fok lesz. Pénteken nagyrészt napos időnk lesz, kisebb felhősödésekkel, jelentős eső, zivatar megyénkben nem valószínű. Élénk időnként pedig erős északkeleti szél fúj és egy árnyalattal hűvösebb lesz. A szél befolyásolhatja a hőérzetünket, a nappali hőmérséklet pedig néhány fokot visszaesik, 20 fok körüli értékekre van kilátás. 11 fok köré hűl a levegő éjszaka a határ közeli területeken. Napközben már nem valószínű csapadék, a csúcsértékek akkor 20 fok körül alakulnak majd.
Pénteken távozik a hideg front, mögötte stabilizálódik és frissebbé válik a levegő, javul a komfortérzet, de enyhe fejfájás még jelentkezhet. A hosszú hétvégén egyelőre nem tér vissza a nyár. Változékony marad az idő, szombaton a több órás napsütés mellett lehetnek záporok, zivatarok, vasárnap és hétfőn több lesz a felhő felettünk, többfelé hullhat eső, zápor, sőt, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Erős napot kíván a pénzügyekben is a Szabolcs Takarék Szövetkezet. Itthon vagyunk, értéket teremtünk. A műsorvezető frizuráját Korpai Diana, a Lukovics Frufru Szépségszalon fodrásza készítette. Az időjárás jelentés támogatója a Letron 97 Bútoripari Kft. Bútorozzunk össze!